Köszöntöm Önöket! Bár műsorunk alcíme az, hogy félkomoly kalendárium, mai adásunkat azzal kezdjük, hogy egy szörnyű tragédiára emlékezünk vissza. 20 évvel ezelőtt nagyon súlyos közlekedési balesetet szenvedett a szolnoki tűzoltóság egyik esetkocsija. De lesznek vidámabb témáink is, szebb, felemelőbb témáink is. Visszatekintünk arra, hogy felavatták fel, szentelték a görögkatolikus templomot, ellátogatunk veterán ejtőernyősökhöz, és megkezdjük a gépipari felújítását is. Tessenek befejezni a felszállást, indul a helyi járat. A tűzoltók kedden este nem sokkal 11 óra előtt kapták a riasztást egy zagyvarékasi családi ház tűzhöz. A szerkocsi 6 fős személyzetével a megszokott útvonalon indult el zagyvarékas irány. Szolnokról az első szergépjármű fecskendő vonult, megkülönböztető jelzésekkel. Vonulás során a Tököli út és a Mátyás király út kereszteződésében egy személygépkocsival ütközött. A nagy erejű ütközés következtében a tűzoltóautó első futóműve kiszakadt, a gépjármű egy lámpatartó vasoszlopnak vágódott. Mennyire emlékszem, hogy megkaptuk a riasztást 10 és 11 óra között. Lecsúsztunk, fölöltöztünk, beültünk az autóba, elindultunk az autóval. A parancsnok hátraadott egy térképet, hogy keressük meg az adott településen a megadott címet, illetve az utcát. Én utoljára erre emlékszem, illetve arra, hogy itt vagy a mentőnél, vagy a kórházba ébrezgettek és próbálták megtudni, hogy tiszta a tudatom. Tehát magáról a balesetről semmit nem emlékszem. A baleset következtében a tűzoltóautó és a Suzuki vezetője életét veszítette. A karamból többi sérültjét a Hetényi Géza kórházba szállították. Beszállítottak egy nyílt lábszártöréssel egy beteget, ennek még koponyatörése van. A nyílt lábszártörését még akkor éjszaka, nem sokkal a beszállítását követően már a kollégáim megoperálták. Itt fekszik még egy szintén lábszártörött, ez egy zárt törés, ez azonnali műtéti ellátást nem igényelt. Azon kívül itt fekszik még egy lábszár alsó harmad, illetve pontosabban bokaízületre terjedő törése volt a sérültnek. Őt szintén az éjszaka megoperálták. A Suzuki-ban utazó 17 éves fiatalember kéztöréssel került a baleseti sebészetre. A tűzoltóautóban ülő kocsiparancsnokot súlyos arcsérülése miatt a budapesti Rókus kórházba szállították. A rendőrség eddigi vizsgálata szerint az útkereszteződésben működött a közlekedési lámpa. A szemtanúk elmondása szerint a Suzuki vezetője még zöld jelzésnél szabályosan akart áthaladni. A tűzoltóautó piros lámpánál hajtott a kereszteződésbe. Azt még vizsgálja a rendőrség, hogy a tűzoltóautó szabályosan használta-e a megkülönböztető jelzéseit. Szolnokon is megtartotta a Gripen ellentételezési programról szóló tájékoztatóját a gazdasági minisztérium. Hidas Sándor főosztályvezető elmondta, Magyarország 108 milliárd forintért bérli a 14 vadászrepülőgépet, amiért a svéd fél 118 milliárd forint értékű ellentételezést vállalt. A javarészt magyarországi befektetésekről szóló szerződést 9 éven belül kell teljesítenie Svédországnak. Miután a gazdasági minisztérium szeretné a programot a hazai régiók közötti különbség csökkentésére is felhasználni, Debrecen, Pápa, Miskolc és Szolnok Monzás körzetét kiemelten ajánlja a svéd fél figyelmébe. Március 24-én, azaz virágvasárnap vehették birtokukba a hívők a görögkatolikus templomot, mely a Széchenyi lakótelepen szűk 2 esztendő leforgása alatt épült fel. A délelőtti harangszentelésen Jackó György szorvány parókus mondott köszönetet az adományozóknak, Szakács Jánosnak, valamint a Szolnoki Rotary Klubnak, illetve Lázár Imre harangöntőmesternek. A szeretet egyik jele az, ha lemondunk valamiről és másoknak ajándékozzuk azt. Ez a két harang is így született, mondta az egybegyűltek előtt Jackó György. Voltak, akik a szabad idejüket áldozták, voltak, akik dolgoztak érte saját munkahelyükön, voltak, akik vállalták az utazásokat, és voltak, akik fölvállalták, hogy a mi kérésünkre elkészítik ezeket a harangokat. A harangok a kereszténység 2000 éve mellett hirdetik azt is, hogy itt éltek olyan elődök, akiknek a tiszteletére a keresztény világban minden délben megkondulnak a harangok.
Nem volt ez másként a szolnoki görögkatolikus templomban sem, hiszen a szentelést követően végső helyére kerültek a harangok, és pontban délben megszólalhattak. A délutáni ünnepélyes templomavatásra több száz hívő és érdeklődő gyűlt össze. Dr. Keresztes Szilárd püspök szentelte fel Isten újházát, mely, mint mondta, a Szentlélek tiszteletére épült. Ezt a napot olyan sok várakozás és munka előzte meg, olyan sok nehézség akadályozta, hogy valóban az Isten különös csodája az, hogy ma itt lehetünk együtt. Mert a Szentlélek nem a széthúzásnak a lelke, a Szentlélek az örömnek, a békességnek, a testvéri egységnek a lelke. Aranyszájú Szent János liturgiáját követően a polgármester is köszönetet mondott a város nevében az új templomért. Mint Szalai Ferenc fogalmazott, aki templomot épít, nem kevesebbet tesz, kicsit országot is épít általa. Mert a templom épület és fohász, közösség és személyes találkozás, amelyek nélkül nincs életképes jövő. Emberek csoportja, egy település lakói attól a pillanattól válnak valódi közösségé, ha hitüknek templomot emelnek. A települések arca nem egyszer templomuk jellegzetes körvonalival festető meg. Az utazó is toronytól toronyig mérheti a megtett távolságot. Örök viszonyítási pont, ami a vándor külvilágnak tájékozódás, a helyben lakókat életük értelmére, sorsukra figyelmezteti. Ez a templom is jól példázza, amit államalapító királyunk az ország sorsának érdekében előírásba foglaltatott, ezer esztendő alatt a közösség a hit megvallásának természetes igényévé vált, mert a kereső ember termékeny csendre és feltöltő nyugalomra talál benne. Felújítják a gépipari közlekedési szakközép és szakiskolát, amelyre 842 millió forint címzett állami támogatást nyert a fenntartó önkormányzat. Az intézmény és a város háromszor pályázott sikertelenül a központi költségvetési forrásokra, negyedszerre azonban elérhetővé vált és megvalósulhat az álom. Emberöltővel ezelőtt 1927-ben alapították a mindig is az ipari képzés fellegvárának számító gépipari közlekedési szakközép és szakiskola jogelődjét. Generációk sora sajátította és sajátítja el ma is a szakma alapjait az egykor szebb napokat látott intézményben. A csaknem 80 esztendőt megélt iskolában átfogó felújítás egyszer sem történt, ám hamarosan mindezt már múlt időben lehet megfogalmazni. A magasra emelt fémkerítés, a beállványozott bejárat és az udvarra meglehetősen sűrűn behajtó tehergépjárművek mutatják, komoly beruházás kezdődött el. A felújítás magába foglal egy komplett épületgépészeti felújítást, magába foglalja a nyílászárók cseréjét, homlokzat tatarozást és egy belső festést, és a tetők, az eléggé előregedett pala tetők cseréjét és cserép cserét fog ez ebben az esetben jelenteni. A 9x13 méteres tornaszoba igazából sosem volt alkalmas komolyabb testnevelés órák megtartására, igaz, a jelenlegi állapotok nem véglegesek. Az udvar végében már alapozzák a 600 négyzetméteres új tornacsarnokot, amelyben a kiszolgáló helyiségek is helyet kapnak. A teljes felújítás tehát egyben bővítést is jelent. A kivitelezővel sikerült úgy megállapodnunk, hogy a lehető legrövidebb időn belül, ha minden a tervek szerint alakul, akkor még ebben az esztendőben, december 31-re a teljes munkát elvégeznénk. A címzett támogatással, a pályázati összeggel, a pályázati pénzzel 2007. december 31-ig kell elszámolni. A főépület második emeletét már teljesen kiürítették, hogy a padlástérben folyó munkálatok ne zavarják a tanítást, és viszont. Az intézmény vezetése az átmenetileg kialakult helyhiányt úgy orvosolta, hogy a műhelyépület tetőterében az egykori kollégiumi szobák összenyitásával 6 tantermet alakítottak ki, így az oktatás zavartalan. A felújítást ezzel együtt úgy időzítik, hogy az építkezés dandárja a nyári szünet idejére essen. Megfelelő ütemben halad a Városi Művelődési és Zenei Központ felújítása.
A hosszantartó zord hideg miatt ugyan kisebb csúszás keletkezett, ám így is tartható a szerződésben meghatározott szeptember 1-i időpont, mondta Feigl János főépítésvezető. Hátra van még egyebek mellett az elektronikai és fűtésszerelési munkálatok befejezése, valamint a külső üvegfal teljes cseréje. Bontás, szerkezetmegerősítés, elektromos, légtechnikai, fűtésszerelési munkálatok. Az ütemtervnek megfelelően ezekkel az átalakításokkal már végeztek a Békés-megyei Általános Építőipari és Vállalkozói RT szakemberei. A felújítás októberben kezdődött, és bár a januári kemény tél kissé visszavetette a haladást, azóta az elképzelések szerint halad, mondta az aktuális kérdésére a kivitelező cég főépítés vezetője. A VMZK-ban ma már csak egy otthagyott tábla emlékeztet a régi rendre. A megújult épületben szinte minden más helyen lesz. Az aulában 4 új ruhatárat alakítanak ki, a padló is új burkolatot kap. A földszinten bérbeadott üzletek ezen túl a művelődési központ részei lesznek. Ahol most állok, ott valamikor az egyik mobilszolgáltató cég márka üzlete volt. Most szekcióterem lesz belőle. A földszinten kap helyet még emellett a raktár, lesznek tárgyaló termek is. A 2 bejárat helyett mindössze 1 lesz, a büfé helyett viszont konyha fogja várni az ide látogatókat. A 600 férőhelyes koncertteremben 90 fokkal forgatják el a színpadot. A mai kor ízlésvilágának megfelelően kőrisfával burkolják a padlót, a falakat pedig fölfelé sötétedő fával, a mennyezetet vörösre festik. A második emeleten lesznek az irodák, felújítják a balettermet, a zenekari és énekkari termeket. Rekonstruálják a tetőszigetelést és teljesen lecserélik a külső üvegfalat. Megőrzik az épület jellegzetességét, vagyis üveg helyett üveget tesznek vissza, újat, amely hőtágulás következtében sem fog repedezni. A teljes beruházás költsége az meghaladja az 1 milliárd 400 millió forintot. Ebből a saját erő, tehát önkormányzati saját erő körülbelül 280 millió forint. 1 milliárd 300 millió forint környékén van az az összeg, amely magára az épület felújítására fordítandó. A fennmaradó 100 millió forintot olyan eszközökre költik, melyek elengedhetetlenek a művelődési központ működéséhez. Az önkormányzat és a kivitelező Báé Verti munkatársai hetente tartanak kooperációs értekezletet annak érdekében, hogy a rekonstrukció a szerződésben meghatározottak szerint történjen. Feigl János főépítésvezető úgy véli, tartani tudják a június 30-ai határidőt. Ezt 45 napos próbaüzem követi. A lakosságnak szeptember 1-én Szolnok napján adják át a kívülbelül megszépült VMZK-t. Pénteken befejeződött a szolnoki ejtőernyős nap. A megyeszékhelyre települt alakulatok egykori ejtőernyősöket láttak vendégül, köztük olyanokat is, akik még a második világégés előtt ugrottak először. Az 1918. március 23-ai nap történelmi jelentőségű a magyar ejtőernyőzésben. Ekkor hajtott végre ernyős ugrást először magyar katona. Az ejtőernyős nap szolnoki rendezvény sorozatának zárásaként veterán ejtőernyősöket vártak a megyeszékhelyre. Bakó István nyugállományú alezredes 1938. szeptember 20-án ugrott először. Szerencsés csillagzat alatt született, hiszen a magyar ejtőernyőzés máig legnagyobb tragédiáját, az 1941. április 12-i balesetet is túlélte. Magyarországon én vagyok az egyedül egy személy, aki legöregebb ejtőernyős. Mert akik még élnek ejtőernyősök, mind későbbért. Én a lezuhant repülőgépben voltam, és én éltem túl, már egyedül élek. 28 ember halt meg a repülőgép lezuhanáskor. Ketten éltünk sokáig, Székely Sándor az tavaly halt meg, és ketten éltük még, akik hát túléltük a balesetet. Láng Géza közvetlenül a második világégés előtt lépett be a hadseregbe. Az első ejtőernyős alakulatot 1939-ben hozták létre, így ő gyakorlatilag alapító tagnak tekinthető. Nagyon hamar a harctéren találta magát, a Donkanyarban dobták le, messze az orosz vonalak mögött. Hazajöttem kitüntetéseken meg egy csomó lövéssel, aztán így nem maradtam benn. Csak 43-ig voltam, 4 évig katona, aztán átmentem a rendőrséghez. De nagyon mozgalmas volt az ejtőernyős dolog, és hát most írom a könyvemet, csak hát ugye
Én a 90-hez közelebb vagyok, mint a 80-hoz. És hát sajnos nagyon össze kell szednem magam, hogy meg tudjam írni ezt a könyvet, de ezen a nyáron megírom. Békés évek következtek, de a hadsereg elit katonáinak tekintett ejtőernyősök a hidegháborúban is készenlétben álltak. Horváth Mátyás 49-ben ugrott először, ezt követően még 30 évig katonaként és civilként vett részt ejtőernyős ugrásokban. Először a 49 mintája, utána az 51 mintájú, és aztán később a réselt árnyők, utána a paplan árnyők. Volt szerencsém, vagy 15 féle típussal ugrani. A veterán ejtőernyősök között tejfeles szájúnak tűnik az egri Csikor László, hiszen ő csak 1962-ben kötött szorosabb ismeretséget az ugrással. A szerelem azóta is tart töretlenül. Látja, hogy a hajam már őszül, szóval szívesen én is részt vennék még az ugrásokon, sőt, mai napig is érvényes ugrási engedélyem van, csak ma az anyagi helyzet nem olyan, hogy mint régen volt, mint oktatók voltunk, meg kiképeztük a katonákat a seregbe, most sajnos már bőven zsebbe kell nyúlni, tudjuk ugorni, de tavaly sikerült repülnünk is egyet, ugyanúgy a hátunkon volt az ernyő, hát reméljük, hogy még lesz rá lehetőségünk. Mint ahogy a bányaló is megérzi, ha a felszínen társai rohamra indulnak, az egykori ejtőernyősök hátán is átfut a hideg, ha ugró katonát látnak. Magukból merítenek. A gyermekekben szunnyadó kreativitás kiaknázására hangolja a pedagógusokat a döntéshozó. A megyei pedagógiai hetek mottóját a nyitónap előadói több oldalról közelítették meg. A vétkövetkeztetésük azonos. A rejtett erőforrások feltérképezésében látja a jövőt a szakma. Talán furcsán hangzik, de a játék az a tevékenység, melynek tiltásával a legnagyobb kárt okozhatja a pedagógus. A kutatások szerint 5 éves korban a gyermekben szúnyadó kreativitási hajlam még megközelítően 100%-os. Aztán, ahogy megy az idő, és ha nincs jó iskola, hozzá kell tegyem, akkor ez lecsökken 10%-ra a 20-as évekre, sőt még lejjebb. Óriási a szerepe az iskolában annak, hogy tulajdonképpen ezt a kreativitást, ezt a lehetőséget, ezt a tehetséget, ezt ne hagyja elaludni, hanem tulajdonképpen felszínen tartsa. A jelenlegi iskolarendszer nem minden esetben tud ennek megfelelni. A gyerekek alkotó készsége ott szárnyalhat, ahol ebben a pedagógusok is társak. Erre vannak már módszerek. Olyan újszerű megközelítési lehetőségek a gyerekekkel való kapcsolatnak a kibontakoztatásában, fejlesztésében, ami mind a gyereknek, mind a nevelő részére élményt nyújt, és ezért gondolom, hogy nem annyira megterhelő. A pedagógiai hetek mottóját, kreativitás és innováció, a szervezők egy kiállítással nyomatékosították, tanárok és diákok munkáit mutatták be a megyeházán, először a szakmai program történetében. Országjáró körútja során ma Jász-Nagykun Szolnok megyébe, Szolnokra, Zagyvarékasra és Cserkeszőlőre látogatott a köztársasági elnök. Schmidt Pál rövid eszmecserét folytatott Szalai Ferenc polgármesterrel, Kovács Sándorral a megyei közgyűlés elnökével és Lengyel Györgyi megyei kormány megbízottal. Ezt követően részt vett a szolnoki és a megyei közgyűlés együttes ünnepi ülésén. A köztársasági elnök tiszteletére rendezett ünnepi közgyűlést Szalai Ferenc polgármester nyitotta meg, áttekintve a város múltját és történelmét. A jelenről szólva kiemelte a már megvalósult fejlesztéseket, az elért eredményeket, egyben felhívta a figyelmet a megyeszékhely egyik hosszú évek óta megoldásra váró problémájára. A mi munkahelyteremtő programunk és gazdasági életünk alapja a négyes út négysávosítása. Én itt ígérem mindenki előtt, hogyha ez megvan, mi nem kérünk semmit. Nekünk ez a négysávos út gyakorlatilag mindent megold, és nem csak Szolnoknak, hanem az egész megyének. Annál is inkább, mert a megye 78 települések között vannak nagyon sikeresek, de olyanok is, ahol már elindult az adósságrendezési eljárás, mondta a megyei kormányhivatal vezetője. Éppen ezért szeretném elnök úrnak a segítségét kérni abban, hogy minél inkább a társadalmi felzárkózásban legyen segítségünkre. A megyei közgyűlés elnöke is a közlekedési infrastruktúra és a négyes út fejlesztésére hívta fel az államfő figyelmét, hiszen, mint fogalmazott, az itt élő Jász és Kun gyökerekkel rendelkező emberekben megvan a tehetség, az akarat, de a saját erő mellett szükség lenne egy kis támogatásra is. Mi kérjük köztársasági elnök urat, hogyha lehetősége van, hívja fel a döntéshozók figyelmét arra,
hogy nekünk égető problémánk ez az út. Az ünnepi ülésen a Fidesz-KDNP, a Jobbik és az MSZP egy-egy képviselője is szót kapott. Mindannyian az összefogásban rejlő lehetőségeket hangsúlyozták. A köztársasági elnök felajánlotta segítségét, mint mondta, a Sándor Palota ajtaja mindig nyitva áll. Egyben örömét fejezte ki, hogy a szolnoki és a megyei közgyűlés tagjai párthovatartozástól függetlenül egy célért fogtak össze, a fejlődésért. Egy település, egy megye választott képviselői akkor végzik jól a munkájukat, ha a helyi politika sosem válik harctérré. Értelmes és súlyos viták helye, de nem a meddőharcoké. A választások elmúlásával sosem a rész, hanem az egész fontos. Össze kell adódni, együtt kell dolgozni, csak így lehet győzni, így lehet szembeszállni az emberek életét terhelő gondokkal, és csak így lehet építeni. Az ünnepi közgyűlés végén Szalai Ferenc polgármester és Kovács Sándor megyei közgyűlési elnök felterjesztésére elsősorban a köz érdekében végzett példaértékű és eredményes munkájáért Schmidt Pál államfőtől hatan vehették át a köztársaság elnökének díszoklevele éremmel kitüntetést. Robogjon hát a helyi járat a stúdióban tovább. Köszöntöm a kedves nézőket. Ahogyan azt már megszokhatták, az összefoglaló rész után beszélgetünk néhány összefoglalt témáról. Hát az egyik ilyen mai beszélgetésünk az a gépiparihoz, méghozzá a 2006 márciusában kezdődött felújításához kapcsolódik. Köszöntöm a stúdióban Gut Ferencet, az akkori igazgatót, most nyugalmazott címzetes igazgatónkat. Hát 2006, az jutott eszembe, míg ezen gondolkodtam, aztán a második témánknál most nem lövöm le a point, még inkább igaz lesz, hogy nem is volt olyan régen, de mégis olyan távoli múltnak tűnik. Emlékszünk erre az időszakra, 2006? Milyen élet folytott? Hát mikor készültem a beszélgetésre, csináltam magamnak egy kronológiát, mert bizony másfél évtized, amire most visszatekintünk. Hát egy 1927-ben alapított iparoktatási intézményről beszélünk. Klebersberg Kuno kultuszminisztersége idején egyetlen egy iparoktatási intézményként létesült a sok általános iskolai tanterem mellett. Hát az iskola közben sok mindent átélt, sok változást átélt. Volt felsőipariskola, volt technikum, és talán ez a technikumi időszak, amikor a Kohó és Gépipari Minisztériumhoz tartozott, volt a legsikeresebb. 16 ilyen volt az országban, és a 16-ból mindig az első háromba voltunk mindenféle versenyeken. A fénykor annak köszönhető, hogy az ipari minisztériumhoz tartoztunk. Hál' Istennek most is ahhoz tartozik. 1989 a rendszerváltás, egy kicsit távolabbra menve, hát ez azt eredményezte, hogy összerottyant a szocialista nagyipar, itt Szolnokon is bezárt nagyon sok üzem. Hát az ezt követő évek nagyon nehéz évek voltak, nem akartak műszakiak lenni az emberek, menedzserek, közgazdászok, maximum informatikusok, de műszakiak nem. Hát ebben az időben nem volt beiskolázási gondunk, de olyan nagyon válogatni nem tudtunk. A nehézségek hatására, vagy koncepciózus gondolkodás hatására, ma már nem tudom, 1996-ban Szolnok város iskola összevonásokat eszközölt. A Baross és Jendrasik iskolákat, a Petőfi és Vízügyi iskolákat összevonta. Ezt az időszakot, ha úgy vesszük, akkor itt Szolnokon elindult a jelenlegi szakképzési centrum kiépítése. Tehát tulajdonképpen az első lépcső, ha azt nézzük, a mának az a 96-os időszak? 96-os időszak. Megtanultunk együtt élni, mi a Baross és Jendrasik,
kedvenc mondásom volt, hogy úgy éltünk, mint az osztrák-magyar monarchia, a hadügy, külügy, pénzügy közös, és egyébként mindenki élte az eddig de megszokott nem volt. Életét. Háború nélkül, így van. Megszokták az emberek, tisztelték kölcsönösen egymás munkáját, egymás tevékenységét. Így érünk el az én kronológiám szerint 2006-hoz. Címzett támogatásnak nevezték azt a pályázatot, amire beadtam ezt az iskola felújítási pályázatot. Elkészítettem a műszaki tartalmat, 3 alkalommal adtam be. A műszaki tartalom ugyanaz volt, de talán a 3. alkalomra megtanultam jobban lobbizni, és harmadszor nyert. Nem a teljes műszaki tartalom, hanem annak egy igen jelentős része. Bocsánat, hogy közbevágok. Ugye 1927-től indultunk 2006-ig. Hallgattam és figyeltem azt a folyamatos építkezést, ami a tartalmat jelenti. De ez azt jelenti, hogy 2006-ra már időszerűvé vált a másik oldalról az épületnek a pusztulása után, vagy a romlása után, vagy kinőtte az iskola az épületet, vagy mi volt az, ami miatt ezt meg kellett lépni? Mind a kettő, de talán nagyobb súllyal esett latba az önkormányzatok akkori szegénysége, az, hogy jelentős tartozása volt a városnak, nemhogy tartaléka, és nem jutott iskola felújításra pénz. És hát ugye múzeumi gépeken, múzeumi körülmények között nem lehet korszerű iparoktatást folytatni. Nos, ennek a műszaki tartalma, ennek a pályázatnak tulajdonképpen a főépület teljes felújítása, épületgépészet, energetika, burkolatok, nyilászárócsere és a tetőtérben 6 informatikai tanterem kialakítása. Összeépítése a műhelyjel, ott egy körgalériás aula, valamint tornaterem létesítés, és a tornaterem és a tanműhely újbóli összeépítése. Ebből, ami megvalósult, amit nyertünk ezzel a pályázattal, a főépület teljes felújítása, a tornaterem létesítése, illetőleg a tetőtérben 6 informatikai tanterem, szerver, szobával, informatikai hálózattal történő kibővítése. Amíg az építkezés ment, az közben az oktatásnak is mennie kellett. Ez hogy lehetett együtt? Igen, hát a tantestülettel többször konzultáltunk, és az volt a vélemény, hogy ne hagyjuk el az épületet, mert ki tudja. Maradjunk az épületben. Jobb hát látni, mi történik. És maradjunk együtt. Igen, ez egyébként ez fontos. Én elmentem megnézni az akkori kertvárosi általános iskolát, ami üres volt. Elmentem, máig üres, úgy tudom, az egészségügyi szakiskola épületét a kórház mellett, de végül úgy döntöttünk, hogy maradunk. Béreltünk 2 tantermet szemben az Atinál, illetőleg a városi kollégiumban még kaptunk tantermet, tudtunk bérelni tantermet, és valahogy úgy történt, hogy egyik szinten dolgoztak, másik szinten tanítottunk, amikor elkészültek, akkor elfoglaltuk a felújított szintet, és jöttek le az építők, vagy mentünk. Tehát mindig az építők előtt jártunk egy kicsivel. Az első évfolyamot, ugye 9-nek mondjuk ma már, de mondjam konzervatívan, és a végzősöket, a 4-eseket csak egy műszakban tanítottuk, a köztes 2 évfolyamot pedig 2 műszakban, délelőtt, délután, egy pici rövidítéssel, oly módon, hogy kihasználtunk könyvtártól kezdve minden termet. A városi kollégium gyakorlatilag befogadta a mi kollégiumunkat, ami a műhely tetőtérben volt. Kettessével összeszakítottuk a technikai alkalmazottakkal a hálótermeket, és ott tantermet, irodát, tanári szobát alakítottunk ki. Hát így módon tudtuk megoldani. Az igazgatói iroda műhelyfőnöki irodában volt, mellette a titkárság. És ment az élet vidáman,
és nagyon hálás vagyok a tantestületnek, hogy ezen nehézségek ellenére is jókedvűen jöttek dolgozni, és örült mindenki annak, amit látott, ami megvalósult. Igen, épp ez jutott az eszembe, de akkor most meg is kaptam rá választ, hogy az egyik oldala az éremnek az, hogy halva ismételten a gondolatokat, hogy ez egy megterhelő dolog, tehát ehhez igazodni, több műszakban, délelőtt, délután, beosztás, ide menni, oda menni, de valahol egy örömforrásnak is lennie kellett, akarva akaratlan, amikor látja az ember azt, hogy szépül, épül, bővül. Így. Amikor a beruházás haladt, mennyire lopóztak be, és nézték meg, hogy állunk, mint állunk, amikor megvolt a beruházás, a kész, bár ugye szakaszaiban látták, de mégis mikor készen lett, ez egy felemelő érzés volt? Minden este végig sétáltam, vagy egyedül, vagy valamelyik vezetőtársal, vagy kollégával, és megnéztem, hogy mi haladt. Én ott ültem minden kooperációs értekezleten, és hát igyekeztem, hogy fa ablakok kerüljenek, minél kevesebb gipszkarton kerüljön be, szabványos, de azért jobb minőségű fajanszok kerüljenek, tehát rajta tartottuk a szemünket. Sajnos azóta elhunyt a Gulyás úr, ő volt a művezetője az M+N Kft-nek, aki a kivitelezést végezte, akkor azt beszélték, hogy két művezető van a cégnél, én és a Gulyás úr, mert ugye igyekeztünk mindenből a lehetőségek szerint a legjobbat kihozni. Mivel kevés az időnk, és még néhány dologról beszéljünk, ugye ennek kapcsán. Bármilyen emlék, ami nem feltétlen csak gondolati emlék, ebből az időből maradt meg? Hát én 1966-70-ben ott voltam diák. És első élményem az a hatalmas nagy faajtó, amin bementünk, egy hatalmas nagy részkilincsel. No hát ezt a részkilincset leszerelték, és másikat tettek helyette, és én eltettem emlékbe, a szekrényemben őrzöm ezt a részkilincset, amit lenyomtam 1966-ban először életemben. Hogy mondjam, ebben érzek némileg olyan finom humort is, de olyan megrendültséget is, vagy nem tudom, tehát hogy az embernek egyszerre van, és most egy kilincsben, vagy bármiben, tényleg az élete. Ez a fajta élet, és most idézőjelbe teszem, a nyugdíj után nem szakadt meg? Nem. Mai napig egy emeleti irodában van egy íróasztalon, szívesen járok az iskolába. Van, amikor vizsgáztatni, ha megkérnek felnőtt oktatásra, illetve pályázatírásra. Legyen ez a végszavunk, a múlttól eljutottunk a jelenig. Köszönöm, hogy idézhettük a múltat. Köszönöm szépen. Kedves nézők, ahogy pedig ígértem, még egy picit visszaugrunk majd az időben, mert hogy a gépipari után a görög katolikus templomot is, hát közel 20 évvel ezelőtt avatták fel, ezzel folytatjuk a beszélgetést. És ahogy ígértem, templomépítéssel folytatjuk, hozzá pedig két vendéget köszönhetek a stúdióban, Jakab Krisztián és Kiva Tibor. Hát tegeződünk, úgyhogy ezt engedjék meg nekem és nekünk. Köszöntelek benneteket a stúdióban. Hát 2002-ről beszélünk, tehát elég régen volt, majd 20 évvel ezelőtt. Idézzük fel azt az időszakot, milyen hitélet folyt Szolnokon, ami miatt igazából időszerűvé vált, és kérdezem, hogy egy kőtemplom egy templom legyen? 1988-ban Gacsári Kis Sándor, prépost kanonok úr, szolnoki híveiből össze találkozott olyanokkal, akik görög szertartásúak voltak, és meghívta Szolnokra néhai dr. Pregun István főhelynök atyát, hogy végezzen egy görög liturgiát a vártemplomba. Ez egy nagy mérföldkő volt a görögkatolikus hívek, itteni híveknek az életében, mert össze tudta hívni mindazokat, akikről tudta, hogy ehhez a szertartáshoz tartoznak. És ezután Gacsári Kis Sándor, kanonok úr a hívekkel együtt írt levelet
Keresztes Szilárd, dr. Keresztes Szilárd hajdudorogi megyés püspök úrnak, azzal a kéréssel fordulva hozzá, hogy jó volna az itteni görög híveket is a szertartásuk szerint pasztorálni. Ez indította el valójában a gondolatát is annak, hogy görögkatolikus egyházközség vagy csoport jöjjön létre Szolnokon. És tulajdonképpen ettől kezdve egy szép építkezés, és most itt átvitt értelemben mondom, indult meg, aminek következtében a 2000-es évek elejére azt kellett mondani, hogy na most már akkor templomában is meg kell, hogy valósuljon. Igen, tehát hivatalosan a Szilárd püspök úr 89-ben alapította meg az egyházközséget, és szervező lelkészként indult ez a történet. Tehát a szervező lelkészség azt jelenti, hogy tulajdonképpen az ide helyezett pap, bár ugye Jackó György volt az első kinevezett szervező lelkész, aki először Budapestről látta el az egyházközséget, és akkor mindig leutazott, és összegyűjtögette, kikereste, akár előzetes címek alapján, hogy ki egyáltalán a görög katolikus, és hát akkor kezdődött el az egyházközségnek a megszervezése. És hát mivel szervező lelkészséget jelent az egyházunk, az azt jelenti, hogy az egész Szolnok megyében élő görög katolikusokhoz van küldetésünk és hivatásunk, hogy ez őket összegyűjtögessük és egy közösségé próbáljuk formálni. Egy templomot felépíteni, én úgy gondolom, hogy az nem egy egyszerű feladat, és nem feltétlenül csak az anyagi részére gondolok, bár akár az is. Például honnan lehetett megteremteni, hogy ez könnyen megy? Nem, tehát nem. Az anyagieknek az előteremtése mindig nehéz. Tehát ahogy ugye minden egyházközségnek van egy úgynevezett historia domusza, tehát a háznak a története, illetve az egyház kialakulásának a történet, és mind a mai napig a parókusnak vezetnie kell ezt a történetet, történelmet, hogy mikor milyen események történnek. És ahogy olvasom a Historia Domus, tulajdonképpen sok helyen próbálkoztunk, ugye a Partos kápolna, erről Krisztián tud jobban beszélni, Partos kápolna, aztán a Széchenyi város részben a sportiskolának a úttörőszobájába zajlottak ezek az összejövetelek, tehát sok módon próbálták megteremteni ezt a lehetőséget, ezt a helyet, ahol elindulhat az egyház. És aztán elindult. Amikor egy templomot kell építeni, akkor milyen írott és íratlan szabályoknak, feltételeknek kell megfelelni? Van egy építészeti és van egy liturgikus része is ennek. Milyennek kellett lenni? Miben kellett gondolkodni? Az első hely, liturgikus hely, ami rendelkezésre lett bocsájtva a Váci Egyházmegye részéről, az a Partos kápolna volt. Azt fel kellett újítatni, és ez a hajdudorogi egyházmegye hozzá is járult. A II. János Pál pápának az oltár anyagát, amelyet 1991-ben építette ki Mária Pócson, teljes egészében a restaurálás, a Partos kápolna restaurálásához ajándékként átadták, és meg is történt ez a restaurálás az egyházmegye segítségével, és ez már egészen a fatemplom 1994-es birtokba vételéig egyedüli liturgikus helyként szolgált a partos kápolnaiak és a görögkatolikusok részére is. Amikor Jackó atya felépítette és berendezte az úgynevezett fatemplomot a Széchenyi lakótelepen, a város és a megye nagy lelkűségét tükrözte, hogy adományozott az egyházközség részére, a görögkatolikus egyházközség részére egy telket, amelyre aztán megálmodták később ugye a néhai Nagy Tamás építész ezt a mai templomot is. A fatemplom nagyon sokak számára nagyon emlékezetes volt, mert nagyon sokan odajártak, a liturgikus tere is ugye eleinte villany sem volt benne, hanem olajmécsesekkel
funkcionált, és sokakat odavonzott, voltak élő betlehemes karácsonyi játékok, illetve ott nőtt föl több olyan generáció, akikből ma van, aki diákonus, van, aki felszentelt pap, akik ott találták meg a Krisztus hitüket, illetve közösségüket. Na de a kérdés az arra vonatkozik, hogy amikor egy kőtemplom felépül, ott jelen esetben milyen szabályokat kell betartani? Ha az egyházakat nézzük, akkor mi ilyen archaikus egyház vagyunk, hiszen a 10. században kialakult a liturgiánk, és azóta változás nélkül ugyanúgy végezzük a szertartást. Tehát ezért, amikor egy kőtemplomot épít az egyház, annak a liturgikus funkciójának meg kell lennie. Tehát minden templom, előcsarnok, hajó, szentélyből áll, ennek a hármas szerkezetnek, minden templomnak vissza kell tükrözni ezt a hármasságot. Nálunk ugye a görögkatolikusoknál az ikonosztázionnak a funkciója fontos, tehát nélkülözhetetlen tulajdonképpen, lehetne sok-sok festmérő ikonképekről az egész fal és az egész mennyezetet is ki lehetne festeni, de hát nyilván ezek anyagi kérdések. Tehát van egy liturgikus bizottság az egyház megyében, aminek vagy akiknek föl kell terjeszteni az építkező papnak a elgondolását, illetve maga annak a templomnak a megépítési szerkezete is egy építési hatósághoz kötött, és ugyanúgy a liturgikus bizottsághoz is, ők hagyják jóvá azt, hogy az a templom megfelele annak, ami a mi egyházi előírásunknak kívánalma. Túl vagyunk a beruházáson, ugye hát most már hosszú-hosszú évek óta, és én tudom, hogy például a kertrész folyamatosan épül, szépül. Éppen ennek apropóján kérdezem én azt, hogy túl a vallási oldalán milyen az élet abban a templomkertben, és ezt megint idézőjelbe teszem, szóval itt van egy olyan közösség, ami több, mint hogy csak a vallásról szóljon, az egyházról. Jól gondolom én ezt? Hát rögtön egy ilyen szóképet szeretnék belopni a szolnokiaknak a szívébe. Ezt a görög-katolikus birodalmat elneveztük Görög-szigetnek. Ugye a pandémia idején egy kis szórólapot is kiadtunk ezen a címszó alatt, és hát egy igazi Görög-szigetté szeretnénk átalakítani a mi egyházközségünket és annak a területét. Azt gondolom, hogy minden papnak a feladata az, hogy a közösséget szervezze. És a közösségi szervezésnél Jackó atya idejében is Krisztián tud arról beszélni, hogy mi minden történt tulajdonképpen, ami nem feltétlen a liturgikus cselekményekhez kapcsolódik, hanem a pap igyekszik bekapcsolódni tulajdonképpen a híveknek az életébe. Annak a része akar lenni, és erről Krisztián tud beszélni. Na nézzük is, akkor minden biztos nem fogunk tudni felsorolni, de én tudom, hogy akár nemzetközi kapcsolatok, vagy ha csak picikében nézzük is, mi minden volt a múltban, vagy van a jelenben? Három olyan utat tudtunk megvalósítani, amely zarándokút volt, Lourdes, Fatima és Garabandal, és a kapcsolatunk az elért egészen Kondor Lajos atyáig, aki Fatimába több mint 40 évig ő volt a főlelkész, a fatimai zarándoklatoknak, meg a zarándok helynek az egyik vezetője, és nagy örömre szolgált a szolnokiaknak, hogy eljutottunk erre a Szép Mária kegyhelyre is, illetve továbbiakban folyamatosan indultunk évente Mária Pócsra, a nagy görögkatolikus zarándok helyre, illetve ezen felül megszervezte Jackó atya a félfalat étkezdét is a Széchenyi lakótelepre, amely ugye a lelki táplálék mellett nagyon sokaknak egy napi ingyenes étel adagot biztosított, és ott berendezett az egyik lakótelepi pincehelyiségben egy megfelelő helyet számukra. Ez is erősítette a közösséget, hogy foglalkozunk azokkal az emberekkel is, akik esetleg rászorulnak a segítségünkre. Nem csak a lelki, hanem más segítségre is. Az erősítünk szóba hagy, vagy erősítette szóra, hogy csapjak rá így zárásként. Mit tudunk ma mondani? Erős
a közösség? Pandémia pandémiát ide, leszámítva, oda. Én azt gondolom, hogy szép fejlődésnek indultunk, hiszen befejeződött a közösségi terünk, kialakítottunk egy kültéri, tehát ahol régen a kápolna volt, annak a helyén pontosan ugyanolyan méretben egy filagória épült, szalonnasütő, kemencézés, bográcsozási lehetőség, és azóta játszóteret építettünk, tehát hogy sok olyan közösségi tér alakult ki, aminek pont az a lényege, hogy a közösségeket oda vonzuk. Van, működik fiatalházasoknak a találkozója, van hagyományőrző csoportunk, akik szinte már önállóan minden hónapban találkoznak, leszámítva ezt a időszakot, és nagyon sok jó dolog történik. Nyári esték programsorozatunk volt, 3 éven keresztül pályázatot nyertünk, annak is egy feltétele volt, nyári táborokat bonyolítunk le a saját portánkon belül, hiszen egy gyereknek ideális az a környezet, ami ott van nálunk, tehát hogy zárt rendszerben vagyunk, mégis szabadban vagyunk. És tehát bekapcsolódunk a világi dolgokba is, amikor volt a trianoni megemlékezés, fát ültettünk, megemlékezést tartottunk, augusztus 20-ai kenyérsütések, kenyérszentelések, tehát hogy azt gondolom, hogy ezek a programok jelzik azt, hogy igyekszünk élni, életben maradni. A növekedést ezt nem tudom lemérni, mert ugye mindig változik a közösség, nem mindenki egyszerre van jelen a liturgikus rendezvényeken sem. Tehát én azt érzékelem, hogy mintha növekednénk is. Legyen ez a végszavunk, és a sziget az jutott eszembe, hogy egy sziget, és szó szerint is vehetjük, mert abban a beton dzsungelben, ami ugye a Széchenyi lakótelepet jellemezheti, tényleg mint egy kis zöld sziget van ott a szemem előtt. Köszönöm, hogy idézhettük a múltat. Mi is köszönjük a lehetőséget. Kedves nézőknek pedig a figyelmet köszönöm. Egy hét múlva ismét helyi járat, viszontlátásra.